Megérkezett a legendás állatok Grindelwald büntetteinek első előzetese, amely újabb izgalmas betekintést nyújt a varázsvilágba. A nyilvánvaló csúcspontokon kívül akadt néhány apró részlet, amit nem biztos, hogy észrevettetek. Az előzetes Roxford ismerős látványával indít, noha a Harry Potter filmekből jól ismerjük az épületet, a legendás állatok során most láthatjuk először. A Grindelwald büntettei 1927-ben játszódik, így bár a helyszín ismerős lehet, mindenki sokkal fiatalabb, beleértve a rajongók kedvencét Dumbledort. Most először vehetjük alaposan szemügyre a Jude Law által megformált karaktert, amint a sötét varázslatok kivédésének későbbi tandermében áll. Mivel Dumbledore ekkor még az átváltoztatástan professzora, akár csak később meggalagony professzor, ez a terem a 20-as években valószínűleg még az átváltoztatástan terme. Néhány barátságtalan figura éppen Goethe Salamandert keresi, nem sokkal az első film eseményei után. Íme vezetőjük Thorkill Travers, minisztériumi megbízott. Tudjuk, hogy létezett egy Travers nevű halálfaló, aki Voldemortot szolgálta, és aki valószínűleg Thorkill leszármazottja. Különös, hogy a szereplők hopponálás segítségével jelennek meg Roxford higgyán, hiszen a Harry Potter filmekből tudjuk, hogy ez szigorúan tiltja a szabályzat. Talán a későbbi szabályt éppen a film egyik eseménye hívta életre? A filmekben Dumbledore és Goethe korábbról ismerik egymást. Mielőtt Goethét kizárták volna Roxfordból, kedvenc professzora védelmébe vette és kiállt mellette. Most, hogy Goethe menekül, Dumbledore ismét a segítségére siet. Titokban találkoznak háztetőkön, és a professzor később megkéri egykori tanítványát, hogy eredjen Grindelwald nyomába. Bár a Johnny Depp által alakított karaktert elfogták a legendás állatok első részének végén, tudjuk, hogy a folytatás során kiszabadul és követőket toboroz. Itt láthatjuk, ahogy éppen ezt teszi, valószínűleg Nürnberg épületében, ami később Grindelwald börtönéül szolgál majd hosszú évtizedekig. A halál erekjéből tudjuk, hogy Dumbledore és Grindelwald régről ismerik egymást, a professzor pedig csak Goethe segítségével győzheti le a sötét varázslót. Goethe nem sokat időzik Londonban és Párizsba siet, ahol a cselekmény nagy része is történik. Láthatunk néhány ismerős arcot az előzetesben. Queenie, mintha a francia mágiaügyi minisztériumban lenne, Tina és Jacob pedig Goethe oldalán lendülnek akcióba. Feltűnik egy ismerős lény, Pikit, a Bólint tér, valamint új teremtmények is, mint ez a különös madár, vagy ez a kelpire hasonlító víz alatti lény, melyen Goethe indul útra. Szintén Párizsban találkozunk az Ezra Miller alakított a Credence-szel, aki mintha nagyobb kontroll gyakorolna Obscurusa felett, mint legutóbb. Mellette a Claudia Kim által alakított új karakter, a Maledictus boszorkány látható, aki egy vérátok miatt arra sorsra kárhoztatott, hogy bestiává változzon. Credence valószínűleg ezen a francia varázskarneválon bujkál ebből a jelenetből kiindulva. Talán éppen a teremtményeket próbálja kiszabadítani a cirkuszból. Tudjuk, hogy Grindelwaldot nagyon érdekli a karakter elképesztő mágikus ereje, de az előzetesből nem derül ki, hogy találkozik-e a két szereplő, miután az első rész során elváltak útjaik. Szintén Párizsban járhat Goethe régi barátja és talán szíve választotja, a Zoe Kravitz által alakított Leta Lestrange, akit csak egy képen láthatunk az első részben. Szintén fontos új szereplő Goethe fivére Theseus Salamander, akit Colum Turner alakít. Theseus egy erőteljes, auror és háborús hős, nem mellesleg Léta jegyese. A Roxfordba érkező megbízottak között is láthatjuk őket, ám Dumbledore jelenetében már nem tűnnek fel. Úgy tűnik, hogy a Bellatrix okán jól ismert Lestrange családnak nagyobb szerep jut ebben a filmben. Ezt a rejtélyes figurát láthatóan megszállottan foglalkoztatják a Lestrange-ékkel kapcsolatos dolgok. Az előzetes egy későbbi részében is, mintha ugyanazt a férfit látnánk a felrobbanó tető alatt. Itt láthatjuk először William Nedilem új varázsló karakterét, Yusuf Kamat. Számos utalás történik még a Harry Potter filmekre az előzetesben. A 25. másodperc környékén újra láthatjuk Dumbledore deluminátorát, amivel a bölcsek kövében is kioltotta az összes lámpa fényét a Privet Drive-on. A Phoenix rendjéből ismerős tesztrálok is visszatérnek egy pillanatra. És persze a halál erekjéi, Grindelwald szimbóluma is felbukkan az előzetes legvégén. Mi ezeket az utalásokat és érdekességeket szúrtuk ki a Grindelwald bűnei első előzeteséből. Ha ti találtatok más érdekességeket is, azokat feltétlenül osszátok meg velünk, és ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel ránk. Köszönjük szépen a figyelmet, legközelebb újra találkozunk. Sziasztok!